Köszöntöm a Fehérvár Televízió valamennyi nézőjét. A mai esti mérlegünkben egy komplexebb témával fogjuk majd bemutatni egy kicsit a Székesfehérvári Szakképzési Centrumot, és ebben pedig a főigazgató asszony Kulcsár Szilvia lesz a segítségünkre. Jó estét, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, én köszönöm, hogy itt lehetek. Talán három évvel ezelőtt, amikor hallhattunk arról, hogy lesznek ezek a szakképzési centrumok, olyan kicsit idegenül hangzott mindenki számára, nehezen tudtuk elképzelni, hogy hogyan fognak működni. Azóta azért már látjuk, hogy ezek működnek, és bevált módon hatékonyan tudják kezelni az oktatás területét, de tulajdonképpen mit kell tudni a szakképzési centrumok indulásáról és céljairól? Igen, ez valóban így van. Tehát három évvel ezelőtt, amikor 2015. júliusában megalakultak a szakképzési centrumok, akkor egy kicsit idegen volt a köznevelés rendszerében ez a szerkezeti forma. Egy kicsit még mindig az, de most már kezdjük megszokni. Azt gondolom, hogy ez a szervezeti felépítés, ez nagyon tudja segíteni a szakképző intézmények működését. Nekünk sokkal gyorsabban kell reagálni, mint mondjuk egy általános iskola, gimnázium esetében dolgokra, hiszen a gyakorlati tanműhelyekben napi szinten kell akár anyagot beszerezni, változások történnek, tehát nekünk ez a gyors reakció, ez nagyon fontos, és úgy néz ki, hogy ez működik is. Szerencsénk van egyébként, mert a költségvetésünk is igazán elfogadható, nem panaszkodhatunk, így aztán az intézmények is egészen jól ellátottak szakmai anyagterületén is, illetve egyéb fejlesztéseket is meg tudunk valósítani az iskolákban. Ez egyébként jelenti azt is, hogy mondjuk ugyanilyen rugalmasan, hatékonyan tudnak a piac változásaira reagálni? Igyekszünk. Erre inkább azt kell mondanom, hogy szét kell választanunk ugye, a mi képzési területeinket. Van az a képzésünk, ami a 8-as diákoknak szóló beiskolázással kezdődik, ugye, amilyen lehet szakgimnázium vagy szakközépiskola, nappali rendszerű képzésben. Lehet felnőtt oktatásunk, ez lehet nappali rendszerű, vagy nappali munkarendű, vagy esti munkarendű, vagy akár más egyéb munkarendű is. Ez a két képzési forma, ez iskolarendszerhez igazodik, ezek hosszú képzések, mindegyik ingyenes. Kettő szakmáig mindegyik ingyenes, ugyanakkor nem annyira gyors, tehát nem olyan gyors reagálású. Ugyanakkor van felnőtt képzésünk is, és a felnőtt képzés az, amelyik akár néhány hónap alatti szakmához tud juttatni valakit, viszont ezért fizetni kell, tehát ez már piaci alapú képzés. Hány iskola vagy intézmény tartozik most a szakképzési centrumhoz? Ugye ez is mindig kérdés, hogy akkor most mi van az iskolákkal, hogy vannak az iskolák? Igen, 11 tagintézményünk van, ebből 9 Székesfehérváron, egy Móron, egy pedig Bicskén. Ez a 9 tag intézmény, ezt Székesnél úgy szoktam mondani, hogy majdnem mindenki, aki szakképzéssel foglalkozik, néhány kivétellel. Felszoktam sorolni, de azt gondolom, hogy nagyon hosszú a 9, de így, ha mindenki úgy ismeri őket, hogy Árpád, Deák, Bugát, Hunyadi, Első István, Széchenyi, Vörös Marti, Váci, és valakit kihagytam, mint amit mindig kiszoktam, mert olyan sokan vannak, hogy a Jáki. Így vannak ők 9-en Székesfehérváron, és Móron a Perccel, és Bicskén pedig a Vajda. Akkor ez a szakképzés teljes területét tulajdonképpen lefedi. Tulajdonképpen igen. Közel 150 szakmát tudunk oktatni ebben a 11 tag intézményben. Persze nem egyszerre, nem attól függ, hogy melyik intézményről beszélünk. Intézményenként 8-10-12, attól függ, hogy melyik intézmény. Elég sok szakmánk van, amit nappali rendszerben tudunk tanítani. Van, amit felnőtt oktatásban képzünk csak, illetve van olyan, amit felnőtt képzésben, és ezeket a felnőtt képzési tanfolyamokat is már az iskolák valósítják meg. Nagyon furcsa volt nekik először, tehát az intézményekben átállni arra a fajta gondolkodásmódra, hogy nem csak a nappali rendszerű diákok a mi diákjaink, hanem a felnőtt oktatásban résztvevők is, és még azok is, akik tanfolyamra járnak. De most már úgy kinyíltak a kapuk, és látom, hogy mindenki érti, hogy erre miért van szükség. Miért van erre szükség? Azt gondolom, hogy az a fajta munkaerőhiány, ami jellemző itt a környékben, megkívánja, hogy tényleg gyorsan tudjunk reagálni. És a felnőtt oktatás ezzel a maga 1-2 éves képzésével nem elég gyors. Nem tudunk igazán megfelelni az ipar elvárásainak, és a felnőtt képzéssel viszont van rá lehetőségünk. Vannak egyébként slágerszakmák? Vannak. Vannak slágerszakmák. Leginkább a vendéglátás, kereskedelem, informatika. Ezek azok a területek, amelyek elektronika, még ezeket mondanám. Ugyanakkor nem mindig esik egybe a slágerszakma a hiány szakmával. És ezt kell nekünk egy kicsit úgy összehozni, hogy ne csak az legyen
a jelentkezők számára egyértelmű, hogy oda jelentkeznek, amit mindenki szeretne, hanem oda is, ami hiány szakmaként jelentkezik, hiszen arra a szakmára van szüksége az iparnak. Hiány szakmák területén sokféle támogatással tudunk segíteni a fiataloknak, például ösztöndíj rendszer is van, és ez azt jelenti, hogy ha valaki hiány szakmát választ, akkor havi akár 30 000 forintot is kereshet idézőjelben azzal, hogy ő ebben a szakmában jól teljesít. Mondjuk, hogyha valaki hiány szakmát választ, akkor ezt ilyen szülői szemből próbálom lefordítani, azt is jelenti, hogy ő neki egy kicsit biztosabb vagy garantáltabb lehet a megélhetése, hiszen egy olyan területen tanul tovább, amiben kvázi, ahogy megszerezte a végzettséget, gyakorlatilag valószínűleg el is tud helyezkedni. Így van, ennek pont ez a célja, hogy ez azért jelölik ki ezeket a szakmákat hiány szakmáknak, mert ezekre a szakemberekre van a legnagyobb szüksége az iparnak a környezetünkben, és ez egyfajta garanciát is jelent arra, hogy ő munkát fog találni, ha végez. Ugyanakkor, hogyha tanulószerződéssel már az iskolai képzés alatt kerül valamelyik céghez, akkor a tanulószerződés folyamán még plusz juttatáshoz juthat, illetve megismerheti azt a céget, azt a vállalkozást, ahol ő dolgozik, és ha már valaki egy ipar, vagy egy cég, egy gazdálkodó szervezet keretében szocializálódik a munkavégzés szempontjából, akkor valószínűleg könnyebben ott marad, illetve megismeri egymást mindenki, a cég a diákot, a diák a céget, és hogyha ez működőképes, akkor akár ott folytathatja már az életét. Meg hát nyilván az sem elhanyagolható, hogy munkatapasztalatot szerez a diák. Természetesen az egyik legfontosabb, hiszen ahhoz, hogy valaki munkába álljon, az elég kevés, hogyha az iskolából úgy csöppen ki, hogy nem látott még soha egy gazdálkodó szervezetet, hogy hogyan működik ott az élet, akkor hosszú hetekbe telik, vagy akár hónapokba annak a gazdálkodónak, amíg betanítja ezt a fiatalt. Hiába van meg a szakmai tudása, magához, a céghez igazodó tudásának is lennie kell. És hogyha ezt már megszerzi a tanulóévei alatt, akkor ezzel mindenki jól jár. Hogyan érdemes egyébként mondjuk szülőként arról gondolkodni, hogy a gyerekünk hogy tanuljon tovább, hogyan tud erről tájékozódni, akár az önök intézményeit hogy tudja megismerni? Tulajdonképpen vannak kiadványunk, prospektusaink, de vannak weblapjaink is, és minden intézményünknek, a tagintézményünknek a weblapján elérhetőek azok a szakmák, amelyek szerepelnek a szakma kínálatban. Ugyanakkor az elég kevés, hogy mi kinézünk egy szakmát, mert ahhoz alkalmasnak is kell lenni a fiatalnak. Van egy pályorientációs rendszerünk, amit mi már kidolgoztunk itt a centrumon belül, illetve tulajdonképpen a városon belül, mert önkormányzati kezdeményezésre kialakítottunk egy olyan pályorientációs tanácsadást, ahol a fiatalok kaphatnak egy kis segítséget, hogy melyik az az irány, melyik az a terület, ami nekik, az ő személyiségüknek legjobban megfelel, és utána azzal a tudással tudnak körülnézni a szakma kínálatban. Erről tudnak egyébként, vagy mennyire ismert ez a lehetőség? Hát mi megpróbáljuk mindenhol ezt egy kicsit úgy bemutatni, hogy ez van, hogy ez létezik, de most a szakmák éjszakáján ismét nyílik arra lehetőség, hogy aki eljön hozzánk, minden tagintézményünkben van ilyen tanácsadási pont, és ott ki is lehet próbálni, hogy ez hogy működik. Mert hogy szakmák éjszakája lesz ezek szerint, mikor? Április 13-án, jövő héten pénteken lesz a szakmák éjszakája, 18 órától 20 óráig, ugyanúgy az elmúlt két évben is már volt ilyen rendezvényünk, és itt betekintést nyerhetnek az iskolák abba az életének abba a szegmensébe, ami kifejezetten a gyakorlatot jelenti. Tehát nem a tantermeket nézik meg, hogy milyen szépek a székek, hanem bejutnak a gyakorlati tanműhelybe, és valami olyan dolgot előállíthatnak, elkészíthetnek, amit aztán ők haza is vihetnek. Ez a minden intézményben lesz egyébként, vagy hol képzeljük el, hány helyre érdemes ellátogatni, vagy hogy tudjuk ezt a programot megismerni? Igen, Székesfehérváron minden tagintézményünkben lesz, Móron is. Nyitottak lesznek a kapuk, egyedül Bicskén nem, mert ott olyan büszkeségünk van, hogy ők éppen Európai Uniós versenyvetélkedőn vesznek részt, és nem lesznek itthon a diákjaink, de rajtuk kívül mind a 10 intézményünk kapui nyitva lesznek. Tehát tulajdonképpen, hogyha eldöntötte a gyermekünk, hogy ő valami szakmát szeretne tanulni, de még annyira nem biztos az orientációban, hogy miért, akkor érdemes ellátogatni vele erre a programra nekünk is szülőként. Igen, ezt kifejezetten úgy találtuk ki, úgy van kialakítva ez a program, hogy ilyen családi programként működik. Most már egyre jellemzőbb az, hogy szülők 8-10-12 éves gyerekekkel is jönnek, hiszen ilyen családi napként leülnek, és a szülővel közösen előállítanak akár egy karkötőt az egyik helyen, a másik helyen esetleg csótány boncolnak, bár a helyi programunk idén halat fognak vizsgálni. Halat fognak vizsgálni. Igen. Nagyon sok olyan programunk van, aminek olyan érdekes a lebonyolítása, amivel egyébként ugye a hétköznapokban nem találkoznak a diákok.
Mint amúgy az iskolában is gondolom, hogy ezek szerint akkor törekednek arra a szakképzés során, hogy minél modernebb és használhatóbb tudást sajátítsanak el. Kifejezett célunk, hogy ez a tudás ez napra kész legyen, ezért igyekszünk megoldani azt is, hogy az eszközeinket fejlesszük, és a lehető legmodernebb eszközöket vigyük be a képzésbe. Sajnos azért anyagiak tekintetében azért végesek a lehetőségeink, de önkormányzat támogatással például tavaly sikerült egy nagyon nagy teljesítményű 3D-s nyomtatót az oktatás rendszerébe állítani. Saját forrásból, illetve pályázati forrásból, mondok példát, az Árpádban olyan plottert tudtunk beszerezni, ami 160 centi szélességben tud nyomtatni, illetve hát programmal tudnak már tervezni a lányok, tehát a szabó tanulóink is. Digitális hobokozóval tudnak a Jákiban ismerkedni a fiatalok a tereptannal. Tehát nagyon sok olyan eszközünk van már, amire azt gondolom, hogy tényleg napra kész információkat tud nyújtani. És mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag ezek a modern eszközök a modern vállalkozásoknál is megtalálhatóak, és a gyerekek nem ott fognak először szembesülni azzal, hogy mi az a 3D nyomtató, hanem gyakorlatilag már ezt az iskolapadban is megtehetik. Igen, ez a lényeg. Pontosan erre szeretnénk helyezni a hangsúlyt, hogy a diákjaink valóban napra kész tudást szerezzenek, mert arra nem nagyon van ideje egyetlen gazdálkodónak sem, hogy ott betanítsa ezeket a fiatalokat, amikor már munkába állnak. Ez is mondjuk így a célkitűzésekhez tartozott 3 évvel ezelőtt, amikor megalakult a szakképzési centrum? Igen, többek között ez is. Alapvetően az volt a cél, hogy egy rugalmasabb rendszert hozzanak létre, mind gazdálkodás területén, mind az elvárások területén, illetve hát amit tudunk nyújtani teljesítményt annak a területén. Az is célkitűzések között szerepelt, hogy a szakképzés intézményrendszerén túl magát a szakképzés rendszerét is átalakítsák, ami megvalósult, hiszen most már szakgimnáziumokban és szakközépiskolákban tanulhatnak a diákjaink. Itt egy pici félreértésre adhatok. Mi a szakközépiskola és mi a szakgimnázium? Igen. Szerintem ez egy ilyen alapvető kérdés a fejekben. Igen, ez egy pici félreértést okozhatott, mert ugye szokták mondani, hogy a régi szakközépiskola és a mostani szakközépiskola. Tehát az előző időszakban szakközépiskola volt az, amelyik 8. osztály után, tehát 9-től 12-ig 4 évben oktatta a diákjainkat. Szakiskola pedig az, amelyik a 3 év után szakmát adott. Most mind a két képzési formában érettségivel végződik a képzés. Annyi a különbség, hogy a szakközépiskola 3 éves képzés, amire 2 év érettségire felkészítés kerül rá, és nem kell keresni a lehetőséget, hogy hol tud valaki a szakma megszerzése után érettségit tenni, mert automatikusan tovább lép. Ha akar, akkor kiszállhat ugyan a 3 év után, de az a lényeg, hogy minél több gyerek bent maradjon a képzésbe, és ők végül érettségivel távozzanak. Ugye a szakgimnázium pedig eleve a 4 éves, 4+1, illetve 4+2 éves képzésre fekteti a hangsúlyt, tehát mindegyik érettségivel zárul. Melyik a népszerűbb? Vagy változó? Hát ez igen, attól függ, hogy kinek mik a céljai, illetve hát milyenek a tanulmányi eredményei, mert azért ez is meghatározza, hogy ki hova tud jelentkezni. Én most azt látom, hogy a szakgimnázium az népszerűbb. Valószínűleg azért, mert ott egyenesebb az út akár egyetemre, főiskolára, hiszen egyszerre megkapja az érettségi bizonyítványát a tanuló, illetve egy szakmát is megkaphat, hogyha választja ezt a variációt, akkor úgy tudja 4 év után elhagyni az iskolát, hogy van egy szakmája, OK és végzettsége és egy érettségie. Ha marad, akkor még erre egy technikusi végzettséget is tud szerezni. Ha nem, mert te szeretne tovább tanulni egyetemen, főiskolán, akkor viszont így nem kell még plusz évet áldozni, hanem 4 év után ezt megteheti. Ugye a szakközépiskolánál pedig 5 éves ez a képzés, tehát ott 1 évvel hosszabb ez az idő, ami után tovább tanulhat, ha akar. De hogyha mondjuk szakgimnáziumból a hasonló szakterületre akar tovább menni, akkor plusz pontokat is szerezhet azzal, hogy mondjuk ott marad, vagy ez változó? Igen, ezt szeretnénk, hogyha ez ennek a rendszere kialakításra kerülne. Egyelőre kevésbé jellemző. Vannak már olyan egyetemek, főiskolák, ahol beszámítják lehetőségként adott, de még maga a rendszer ez nincsen kidolgozva. Ez az egyik cél, illetve az, hogy akár kreditpontokként tovább tudja vinni a tanulós, tehát mondjuk akár kapjon felmentést valamilyen képzésből. Hát ezt szeretnénk, hogyha ez megvalósulna közeljövőben. Számos célkitűzésről beszéltünk már itt az elmúlt néhány percben. Volt a hatékonyságról szó, a rugalmasságról szó. Ez mondjuk mennyire jelenik meg például az intézményrendszerben? Készülnek-e pályázatokkal? Ez a menedzsment szemlélet magában a működésben is megjelenik-e? Természetesen nélkül nem is működne. Egy csomó olyan felújításunk zajlik éppen is,
egy csomó olyan felújításunk zajlik éppen, amelyeket pályázati forrásokból tudunk megvalósítani. Többek között, hogyha valaki elmegy az Árpád szakképző előtt, akkor ott lehet látni, hogy a kollégium épülettel fel van állványozva, lassan készen vagyunk a szigeteléssel, ablakcserével. Ugyanígy a Váci esetében a kollégium szintén lassan készen van. Most legutóbb, amit elkezdtek, az a Hunyadi homlokzatának a felújítása, tető, a palatetőnek a megújítása és a homlokzatnak a felújítása. Szerencsére megtaláltuk azokat az elemeket, amik a pincében voltak elrejtve, és így eredeti szépségében tudjuk visszaállítani majd azt az oldalt. Azt gondolom, hogy a város is nagyon sokat segít nekünk egyébként, mert ahol van lehetőség, akkor ők támogatnak minket, de a pályázatok nélkül nem tudnánk mindezt elérni. Mik a következő időszak célkitűzése így beszélgetésünk végén? Eddig arra helyeztük a hangsúlyt, hogy az épületeinket hozzuk egy kicsit rendbe, mert amíg beázik a tető, addig belül nem érdemes festeni. Most elértük azt, hogy majdnem minden intézményünknél megvan már a tetőszigetelést. Ezek fölül vannak, nem látszanak, de nagyon sok helyen elvégeztük ezeket a munkákat. Meg hát gondolom rengeteg pénzt is került. Igen, nagyon sokban valóban. Most haladunk tovább az ablakcserékkel, a szigetelésekkel, hogy olyan legyen maga az épület, hogy érdemes legyen belül felújítani. És most már a belső terekre helyezzük a hangsúlyt, illetve azokra az eszközökre, amik a képzésekhez szükségesek. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát akkor jövő héten pénteken érdemes megismerni Önöket. Így van, és a Városház téren lesz a megnyitónk, ahol egy ilyen apró stand-up dologgal fogjuk várni. Hány órakor lesz ez? 16 órakor. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen én is. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, tehát jövő héten pénteken 16 órától mindenképpen érdemes a Városház térre kilátogatni, aztán pedig érdemes elmenni az intézményekbe. Ez egy jó kis családi program lesz, ismerkedjenek meg Önök is a szakmákkal. Viszontlátásra!